Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, folytatjuk a Fallout 3 végigjátszást, vagyis a gameplay videó sorozatomat, elindulunk ugye apám keresésére, ami elvileg valahol itt lesz, jó messze, valamilyen épületkomplexusba kell, valami rádió épületkomplexusba kell eljutnunk, hát megpróbálkozunk vele, igaz, hogy talán nem a fő küldetéssel kellett volna kapásból kezdeni, és akkor nem kevernénk magunkat egyből veszélybe, de hát vágjunk bele, szerintem valamit kell tenni, és nem akarok nagyon szórakozni azzal, hogy itt beszélgetek az NPC-kkel, már megatomba, hanem inkább vágjunk bele a kalandokba. Jó, nagyon jól néz ki ez a táj egyébként, szeretem ezt a posztapokaliptikus világot, főleg ugye új imádom, szerintem a öregebb korosztály ugye mindenképp újra jól néz ki ez a hely. Ez nem Washington DC? Mi a fasz? Mi a... Olyan tudom, hogy támad-e, vagy nem támad-e. A teströvés, ugye? Mert, na, hogyan el? Nagyon jó. Pöffeteg légy, jól van. Nem leszek pöffeteg, ne haragudjatok. E betű. Pöffeteg légy húsa. Korrekt, teljesen szerintem. Jól van, oké. Nézzünk körül, mi van itt. Útközben hát, ha találunk, ugye a főküldetés általában inkább rászokott így vezetni a dolgokra, és így körül érdemes nézni, vagy körül érdemes nézni, na hát megint ugye töröm magyar picit, érdemes körülnézni azon a területen, ahol átvonulunk, amikor a főküldetést csináljuk, mivel általában úgy szokták ezeket megtervezni, ugye ezeket a pályákat, mapokat, hogy akkor azért érdemes megnézni, hogy nem első útban valami olyan dolog, amit tudunk hasznosítani, hát látjátok, kapásból úgy látom, hogy vannak itt érdekes dolgok. Jó, ez pont jól jött, ez pont kapóra jött, mert ezt a fegyvert használom. Hát ezek a könyvek, ezek nem valami. Valami fasznosak, nem? Tartod, cigi, mi a tököm? Vazza, előnek, halljátok! Na, menjünk már ki innen. Ez a pisztoly, gyanítom, hogy nem valami. Az a nyád, nem valami túl jó távolra, inkább azt csináljuk, hogy közel csaljuk őket, és akkor utána nyomunk V-t. Hol vannak ezek? Ott vannak lenne. Ezek ilyen banditák is lövöldöznek. Na, ez eléggé húzós lesz. Gyorsan nézzünk egy tapot. Megáll az idő, amikor tizélek, szórakozok ezzel? Táp. A vérpak. Erő meg a tököm. Mi ez? Életpont. Ez jó. Ó, nem kidobni. Oda nézzetek, ott a csávó. Ujjjjj. Oké. Okay. Akkor most egyből tab és bék. Ujjjjj. Próbáljuk egy fejet, nem? Ne húzd le a fejet, köcsög. Halljátok, ez kemény, ez a gyerek. Ez kemény, ez a gyerek. Miért nem tudunk egy kritikusat ilyenkor? Az basszus. A másik kettő meg ott akar kerülni. Ah, tudtam én, hogy ki kell... Júj! Így. Menjen. Visszavonulás. Kicsit kergetőzünk, általában így szoktam, ugye érdemes megvárni, amíg a... az AP-k feltöltődik. Nem? Ú, basszus, ott bekerítek minket most. Ez a cumi gyerekek. És ez pont a másik zsoldos, jól lehet volna megölni azt az előzőt, nem mindegy. Hoppa! Real time-ban megöljük. Úgy. Van még egy, nem? Volt még egy. Nem hiszem, hogy elmenekülnek ezek, ugye? Hogy tudnak ilyet, hogy elmenekülnek? Elmenekülnek? Hát ezek szerint elmenekült. Befumpáltam egy csomó lőszert erre meg elépett. Na nézzük, doboz cigi. Lehet, hogy egy kicsit kellene. Ó, van itt minden. Energiacella, ó.
Lézerpisztoly. Gyerekek. És rompáncél, ez biztos vagyok benne, hogy jobb, mint az enyém. Nagyon jó. Nem is volt gáz, hogy erre jöttünk. Igaz, egy kicsit meg akartak minket tizedelni, de elég jól csináltuk, nem? Gyerekek. Gyerekek, nem gyerekek, ne srácok, bocsánat, nem akarlak senkit ledegradálni. És vadászpuska, és nagyon örülök, komolyan. Csak azt nem tudom, hol tűnt az utolsó csávó, de mindegy. Na nézzük, hogy a táp. Nuke. Nemunk egy ilyetbe. Csak kettőt. Szerintem ez a két rod, ez nem valami eres. Nézzük. Fegyverek. Hol van a izé? Hol van? Volt vadászpuska. Itt van a... Jó, ezt fogjuk használni. Sokkal nagyobb sebzési értéke van. És akkor nézzük meg az öltözékeket. Itt van ez, ugye? És védelem. Védelem most 10-es, és ezt felveszem. Ez jobb állapotban. És 14-es, látjátok? Nagyon tuti. Mivel tudok kiváltani a külső nézetre? F-en. Hát igen, most már tökösek vagyunk, jó helyzetben ki. Ó, ez jó, tetszik ez a fegyver. Meg jó lenne egy kis tápol. Táp, táp, táp. Mit tegyünk? Ha együk ezt. Megettük, jó. Oké, körülnézünk. Hol? Ah, ott a csávó. Látjátok? Visszajött, jó, visszajött. Nem is baj. Ó, ez talán távolról is tud. Ó, nem jó. Ebből ki kellene lépnem. És akkor így. Közelebb csaljuk azt, hogy zsivány gyereket. Ja, ez nem szeretem az ilyen távoli harcot. Jó, mindjárt itt lesz. Úgy. Újra nagyon közel van gyerekek. Meg is volt, ugye? Oh, jó, szuper. Vélem 12-es, az előző is 12-esünk volt. Ó, ezt meg viszont visszük. Jó. Úgy látom, a szerelésre kell raknom, vagy erre a dologra. Mit tegyek? Életpont. Szennyezett víz. Jó. Nagyon nincs olyan dolgom, amivel úgy tudnám a HP-mat regenerálni, pedig annak örülnék. Szóval körülnézünk itt, ugye itt tartottunk valahol. Itt üres. Jó van, nem gond. Nem a francot, nem gond. De legalább le van egy jó fegyverünk, és van 83 lőszerünk hozzá, ez jó dolog. Szóval, gyerekek, hogy srácok, jobban mondva, ne kell szoknom erre a gyerekekre, nagyon gáz. Csinálunk egy olyat, hogy... Mi az? Tudjátok, mint utálok ebben a játékban? Nem is a izét, nem a ilyen humanoid ellenfeleket, hanem inkább a az ilyen szörnyeket, azok nagyon rettenetesek. Nem komálom őket. De nagyon jól néz ki a víz, meg ugye az egész táj, nem? Így le van rombolva. Tudom, hogy egyébként nem lehet bejönni minden épületbe, de akkor is olyan jól eltalált. Street nincs. Nincs, ugye? Nincs, jó. Kell szereznem valami HP-t regeneráló dolgot. Ha üres ott van, de hülye vagyok. Igen. Oké, jó. Megnézzük, mi az az épület. Ha jól sejtem, ez egy ilyen bevásárlóközpont, nem? Vagy egy, mi ez? Vagy ez benzinkút? Figyeljetek, ott vannak csávók. Ezek pirosak lesznek, vagy nem? Hogyha nem pirosak lesznek, akkor azon nyomban be fognak még darálni, abban biztos vagyok. De nem, ezek nem pirosak, ezek nem pisz. Mi ez? Hát tudom, ismerjük. Áruház, nagyon jó. Srácok ezek. Ezek nem piszik. Puszta járó, ezek nem akarnak támadni, hogy látom. Nagyon jó. Oké, jó. Mi ez? Ez már az enyém gyerekek, nem vettétek ki, sajnálom. Volt normális, nem? De mit vettem ki most? Mi, üres üveg volt? Komolyan?
Nem kvantum volt. Ó, klasszba. Az a mentat, ez mire jó? Na, ez semmi. Jó. Oké, akkor be kellene ide menni. Tudom egyébként, hogy itt bent vannak. Mármint itt lesznek rossz arcok, de meg kellene próbálkozni a kipucolásával, mert itt talán tudunk egy kis felszerelést magunkhoz venni. Ott vannak a csávok, jó. Ott van fönt egy csávó, jobban mondva. A sorok között kellene elbújkáznom. Nem észlel senki. Nagyon jó az okmakodás, ezt nem is használtam ezelőtt különben. Na, hát ez a... Ne van sarokocsi ez. Nem valami nagyon kemények, jó dolgok ezek. Tök jó, hogy kiírja, hogy nem észlel senki, ez nagyon jó. Ez kicsit ilyen a Thief-re emlékeztet. Emlékeztek a Thief 1-re? Vagy hát nem csak az 1-re, de én, nekem az volt a leginkább ilyen emlékezetes rész, amikor ugye bejelentek a sötétbe, és akkor talán egy ilyen szemikon, ugye? Szemikon volt, és jelezte, hogy az a szemikor. Ó, imádom. Energiacella, nagyon jó. Nagyon-nagyon adja ezt a lézerpisztolyhoz a cuccokat, nem? Lehet, hogy rá kell várnom. Nem tudom, nem tudom. Egyelőre ki kellene pucolnom ezt a bunkert. Nem lesz könnyű, attól félek. Ott a csávó. Semmiképpen... Hoppá, hoppá. Észrevettek, ugye? Észrevett a gyerek. Jön, 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 jön. Nem baj. Ó, jó, ezek a fosztogatók, ha jól emlékszem, azok nem túl erősek. Nézzünk egy lövöldözést, de hát ez most kemény lesz. Ó, hát ez egy hit volt, jó. De hogy most jön az összes, az tuti. Nem jön. Hát ekkora durrant ez a vadászpuska, gyerekek. Srácok! Dobott cigi. Ez nem viszem én magammal, nem terhelem még hülyeségekkel magam. Nem észlel senki. Nem észlel senki. Lőttek egyet a sarokba. Egy boltba. Egy áruházba. Nem feltűnő vagyok. Ajaj. Ó, nem baj. Nem baj, nem baj, jöjjön csak ide. Legalább nem egyszerre támadnak. Ott jön, jó. Komolyan örülök neki, hogy jön. Közelről lesz egy simán. És a többi megint nem vett észre. Nem akar közelebb jönni. Hú, izgulok, ne haragudjatok. Nem akarok meghalni. Hopp, nyomunk egy F5-öt, basszus. Elfelejtem, hogy ez nem checkpoint rendszeres. Ó, hát ez majdnem két lövés funkció. De jó az egynek is, nem? Nem. Oké. Gépkarabély, nagyon jó, nagyon jó. Ezt meg nem viszem magammal. Azért nem viszem magammal ezeket a páncélzatokat, mert iszonyatosan nagyok, és nem akarom én cipelni őket. Ezt a gépkarabélyt kipróbáljuk, gyerekek. Srácok! Nem gyerekek, basszus! Miért mondom mindig ezt? Gépkarabély. Talán gyorsabb, kevesebb AP-ban fog üzemelni, abban bízok egyébként. Hú, ez egy ilyen SMG-nek néz ki. Azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyobb. Olyasmi, mint valami HKMP5-ös, legalábbis egy első blikre arra emlékeztet. Mint valami szalgrafikával megáldott HKMP-t. Mármint nem is szalgrafikával, hanem inkább úgy mondom, hogy... Ajaj! Gyere! Jó, jó, jó!
Az igen, az igen. De hülye voltam. De hogy sorozat? Ó, hát ez nagyon jó. Most fiúk, lányok, baj van. Most aztán merre figyeljek először? Ne! Nem volt AP-m. De jó. Jó az a fegyver, jó az a fegyver. Nagyon jó így bandaiták ellen, úgy látom. Szerintem el is fogytak talán, nem? Mindenki lejött? Jó. Akkor nem lopogolunk többet. Sörétes lőszer, jó, jó, jó. Szeretjük. Ez jó, jó volt ide bejönni. Rossz cigi, oké. Okay. Ezt nem visszük magunkkal. Itt volt valaki, nem még? Aha, ez. Érdekes, hogy a fia az karizmát ad. Ez ugye megnő a beszédképességünk. Ó, össze. Amint iszunk, gondolom. Gondolom arra akar ez utalni. Ó, számítógép. Gondolom a hátsó ajtó, ugye? Az. Nézzük, ez a hekkelés tudja nagyon. Jöttem rá azelőtt, hogy mi volt. Na nézzük. Na, valami legyen már. Ja, itt kell eltalálni felszót, ennyi. Ki kell választani. Emotion, phishing. Melyik lehet, hogy valamennyire utal a... Én például, hogy ez egy üzlet? Vajon? Extract. Emotion. Ja, itt írja, hogy hány karakter korrekt. Ó, hát akkor ugye, ez jó. Az emotion-ben csak egybe 7. Viszont a izében nagyon sok volt. Restingbe. És akkor nincs olyan, hogy restinghez hasonló? Testing. Hogy örültem? Hogy örültem, jó. Oké. Okay. Nem azt akartuk, megnézzük ezt. Nem volt felskér, oké, okay, ezt nem fogunk bevenni ide. Egyelőre ezeket a dobozokat esetleg ki fogjuk nyitni. Oh. Jó. Nagyon-nagyon Oblivion, nagyon Oblivion, nem? Mármint ezek a gameplay dolgok. Ezek nagyon arra utalnak. Hoppa, ott a gyerek. Játék technikai újítások, vagyis ezek a... Például ez az árnyítás, ez nagyon arra emlékeztet. Nagyon Oblivionos. Szarista fosztogató páncélja. Na, szupi. Budi. Csap. Szemetes. Üres. Végére csak megtanulom, hogy ami ki van nyitva, hogy üres, azt ne birizgáljam. Biztos nincs itt semmi, ugye? Helyet is lenne. Jó, hát szerintem nagyjából kipucoltam. Egyébként én arra emlékeztem, hogy van itt egy ilyen egészségügyi szoba is ebben a kecóban, és ott vannak olyan... Vannak olyan ilyen... Tudjátok, ami kell a... Pénz, pénz, nincs pénz. Az a HP töltő injekció, vagy nem is tudom mi a neve. Olyan, mintha lett volna. Vagy az nem itt volt? Lehet, hogy keverem valamivel. Régen játszottam ezzel a játékkal, meg tényleg csak ilyen szinte kipróbálás szinten voltak, nem toltam végig. Hát nem látok ilyen helyiséget, hogy...
egészségügy, szóval, hogy ilyesmi, ugye? Nincs, talán. Na, mit micsodák ezek? Teljes üveg. Na, jó. Voltam, ugye, voltam. Jó, hát akkor megyünk kifele. Ahol, most tudod, így el voltam kicsit szótyolodva, hogy nem nagyon szereztük felszerelést, ugye? Pedig azt akartam, hát nem a francot, nem? Például itt van nálam ez az SMG. Na, akkor szerintem csináljunk egy olyat, hogy most elköszönök egy picit, és folytatjuk a következő gameplay-be, tényleg ne legyen hosszú, ne legyen hosszúak a gameplay videói. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!